Imre bácsi életét két dolog befolyásolta nagyon, az egyik a nyelv, a másik a könyvek. Köztük élte az életét. A nyelvről még édesapjával van egy története, hadifogoly korában. Mi történt vele? Édesapám elvégezte Szegeden a kereskedelmi iskolát, mint első gyereket kitanítatta a nagyapám, aki meg kosárfonó volt még. Azonban jött az első világháború, az érettségi után behívták katonának, megsebesült, hadifogoly lett, és elvitték a Bajkáltóig. Ott ő beváltotta azt, hogy azt a gondolatát, hogy nem hagyja ezt a lehetőséget ki, és megtanult nagyon komolyan oroszul. Már vége lett a hadifogságnak, itthon nem hagyta abba ezt, sőt, akkor milyen nagy dolog volt, hogy már rádió volt egy családban, a szemem láttára tanult meg franciául. És ezt az örökséget kaptam én tőle, hogy nyelvet érdemes tanulni, és tanultam, olvastam, aztán minden könyvemet többször átolvastam, édesanyám nem győzte már, kezembe nyomott egy tolnai világlexikont, amelyben pedig, hát, megismertem a csillagászatot, amely a mai napig is szenvedélyem maradt. Cserkész koromban viccből kijelentettem, hogy van az a 20 könyvünk, hát válasszunk meg valakit könyvtárosnak. Tréfából kineveztek könyvtárosnak. Eltelt ez az idő, tehát ez volt az első kinevezett könyvtárosi tevékenységemnek a oka és címe is egyúttal. Az érettségi után, amely érettségi 1946-ban történt, akkor jelentkeztem teológiára. A váci püspök Péter József volt, akinek a bátyja Egerbe főispán volt, és ő pedig az egri főszékes egyháznak volt papja, innen került Vácra. Ő beküldött Vácról az akkor még létező szeminárium, a pesti Pázmány Egyetemre, a hittudományi karra, hogy végezzem el a hittudományi kart, doktoráljak le, és utána majd meglátjuk, hogy mi lesz. Három komoly szigorlat után, ami ledoktoráltam, mai szemmel érdekesség,
hogy egy kurzusba jártam a későbbi esztergomi érsekkel, Paskai Lászlóval. Állam beleavatkozott az egyháznak az ügyeibe, szemináriumokat eltörölt, és a váci szeminaristák Eger városába kerültek. Így kerültem én tanárnak az Eger városába a gyakorlati teológiának a tanáraként. És aztán 17 év tanítás. Azt meg tudták, hogy én már úgy is voltam könyvtáros, hát vegyem át. Minden nehézség nélkül, de ezt baráti alapon megtörtént, hanem akkor jött egy állami rendelet, hogy az egyházi könyvtárosoknak is el kell végezni állami könyvtáros képzést. Ragaszkodtak ahhoz, hogy ismerjék az állami könyvészetet is. Így kerültem egy másik kollégával együtt Miskolc városába, és ez alatt mindketten elvégeztük ezt a tanfolyamot, így most már államilag is könyvtárosnak számítottam. Szakdolgozatom volt a csillagászat, és felújítottam a régi csillagászati ismereteimet, és megírtam egy olyan könyvtárosi tankönyvet, amely erről szólt. Ez a könyv természetesen megvan itt is, és valaki, aki ugye pártember volt, hát ezt nem vette jó néven, úgyhogy nem jelent meg nyomtatásban. Valaki más vette észre, hogy viszont bekerült az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kézi könyvtárába. Az első magyar egyetem Pázmány Péterről elnevezett kiváló intézmény, az természetesen latinul adta elő az akkori tudományt. Ez volt az későbbi idő, amikor hát a teológusok is ráébredtek arra, hogy nekik nem csak el kell sajátítani a latin nyelvet, hanem a nép nyelvén hirdetni az igét, és ők alapították meg ezt a magyar iskolának nevezett intézményt, amely később sajnos, ugye a második világháború áldozatáként erős károkat szenvedett. Aztán visszatérve a nyelvismeretére, nyelvtudására, szép ajándékokat tartogatott még az élet egy-két kanyar után ezzel kapcsolatban is,
hiszen a kitűnő egri néprajzosnak, Bakó Ferencnek is köszönhetően az orvosi könyvtárba került, ahol szintén használhatta a nyelvet, hiszen az orvosoknak fordított szakirodalmat. Egri kórháznak a főigazgatója az egy csomó külföldi folyóiratot rendelt meg, azóta se volt egyszerre 200 szakfolyóirata a könyvtárnak, viszont nem tudott minden orvos minden nyelven. Én viszont még diákkoromban segítettem egy orvosnak a latin nyelvbe, és így hát a orvosi latin nyelvbe is járatos lettem. Fordítottam az orvosoknak, és tagja lettem az orvosi könyvtárosok egyesületének. Ennek a lapjába is írtam, már elértem a nyugdíjas kort, amikor Bakó Ferenc, akit mint jó barát ismertem meg, az akkori múzeumigazgató, hát én erről naplót is vezettem, hogy jó pár száz könyv, vagy az orvosoknak, akik szakmai dolgokat írtak, hát segítettem. Aztán következett az életnek megint egy szép ajándéka, a tanítványa lett a főnöke, Antalóczi Lajos. Hogy Eszterházy Károly alapította a könyvtárba, nagyon komoly tudós könyvtárosai voltak, ezeknek a nyomába lépni, ez nagyon hasznos dolog volt, és sok mindenre rájöttünk arra, amit azelőtt nem tudtak. Úgyhogy ez magának a könyvtárosnak is jó volt, könyvtárnak is. Így született meg egy könyvtári munkám, amelyet az Országos Széchenyi Könyvtár akkori igazgatója mutatott be a nagy nyilvánosság előtt, hogy ezt a munkát a főiskola könyvtára nyomtatta ki, a főiskolával akkorára már mi testvérintézetnek tekintettük egymást, és nem úgy, mint a államosításnak a legelső idejében, amikor a könyvtár 5 évig volt zárva. És ez a 5 év annyiban szerencsésnek mondható, hogy nem érdemes róla tudomást venni, de nyilvántartottan egy meglehetősen sok könyv tűnt el. Imre bácsi, sok-sok új dolgot fedeztél föl a munkád során ott a Főegyházmegyei Könyvtárba. Például hozzád kötődik az is, hogy Pirkerések és Goethe között történt egy ajándékozás. A könyvtárat Eszterházy püspök alapította meg, a későbbi érsekek is, érsekek is
gyarapították, és ezek közt kiemelkedő helyet foglalt el Pirker érsek, akinek Eger a mai dómnak a fölépítését is köszönheti. Pirker érsek maga is irodalmár volt. A német, hisz német volt az anyanyelve. És Johann Wolfgang Goethének elküldte az egyik munkáját, aki viszonzásul egy akkor megjelent könyvtvével jutalmazta meg őt. Az Ifigénia című könyvével ajándékozta meg. Erről nem tudtak sokáig, hogy létezik. Antalóczi Lajos után méltó utód következett, Löffler Erzsike, dr. Löffler Erzsébet, aki egy időben az Egyházmegyei Múzeumot vezette, most az érsekek rábízták a könyvtárnak a vezetését is. Erzsike nagyon humánusan bánt velünk, ránk bízta a teendőket, és így sok mindenre rádöbbenhettünk. Hát csak apróságokat mondok. Nem volt még Európai Unió, és az Európai Unióból, Belgiumból küldtek ide két ír urat, hogy mondják el itt nekünk, hogy milyen jó dolguk van Írországban, mióta beléptek az Unióba. Ezt nekem megsúgták itt a igazgatóságról, és mondta, hogy hát mutassuk meg neki, hogy hát azért nálunk is van egy és más. Én addig már rájöttem arra, hogy lesz mit megmutatni. Beléptek a rektor, mindenki, és bemutatták. Én pedig elkezdtem ékes angol nyelven mondani nekik, hogy amit itt látnak, az Európainak az uniója, ami már akkor létezett, amikor a politikai unióról még nem tudott senki. Mert itt, a polcokon, Európának a lelki, szellemi uniója található. Többek közt, és elővettem, hogy parancsoljonak, itt van egy ős ír monda, ó ír nyelven elkészülve. Ezek megdöbbenve néztek, és kiderült, hogy ez nekik nincs meg. Ezt az ó írt mondát a stockholmi könyvtár őrizte meg. Hasonló értékű volt, hogy felfedezte Markóth Ferencnek a tulajdonát is. Ez meg a mostani időben történt, az utóbbi évtizedekben, hogy
Egerbe jött két turista, és egy házas pár, és ők tudták, hogy érdemes eljönni a könyvtárba. Nem volt már senki, mint én akkor a könyvtárosokat a díszterembe helyettesítettem, és elkezdtünk társalogni ezzel az angol házaspárral, aki mondták, hogy na, most pedig ők fölmennek a csillagdába. Bennem föltámadt a gonoszság, hogy tudják-e, hogy mi a különbség a londoni csillagvizsgáló meg az itteni csillagvizsgáló között. Persze, hogy nem tudták, és én elmondtam nekik, hogy mind a kettőnek a műszereit egy londoni apa és fia, bizonyos ciszonok készítették el. Kettő ilyen készült a világon, az egyik a londoni, a mai Greenwichi könyvtárba számára, a másik meg az Egri könyvtár számára. A két angol hasát fogva elkezdett nevetni. Döbbenve néztem rájuk, hát mi történhetett itt? És erre fölvilágosodott a férjem. Kérem, tetszik-e tudni, hogy a feleségemnek a nagybátyja volt a Greenwichi Csillagászati Múzeumnak az utóda? Most menj nyugdíjba. Rájuk néztem, tudják akkor, hol beszéltünk mi. A valószínűség számítás romjain, mert valószínű, hogy egyformán kiváló embereknek a munkája mind a kettő. Egyszer Debrecenből kapunk egy telefont, gyerekek, holnap visszük hozzátok a Földkerekség egyházi könyvtárosainak a főnökét. Többet nem mondtak. Döbbenetes volt, hogy azt se tudtuk, hogy ilyen létezik. És másnap egy egyméteres hölgy, Miss Penelope beállított a református debreceni egyházi könyvtárnak a két tagjával. Fölnézett a mennyezetre, és elsikoltotta magát. Ilyen szépen a trienti zsinatot megfestve még nem láttam. Miss Penelope-nak pedig én megmutattam az 8. Henrik angol királynak a megbízásából készült anglikán egyházi könyvet, Biblia? A Common Prayer-t.
megmutattam az angol, anglikán egyház számára készült common prayer-t, amit kézbe vett, most jött a második sikoltás. Tudja-e ön, hogy ennek a common prayer-nek a mai alakja nem hasonlít ahhoz, amit ön nekem mutatott, mert ez az ősi angol nyelven van írva. Azt mondja, én még 1520-ban kiadott Common Prayer-rel nem találkoztam. Egy ilyen lehetőség alkalmával találtam olyan könyvet, amely Magyarországon még nem volt ismeretes. Olyan ritkaság is előfordult, hogy megvolt nekünk például a Versailles-i kastély parkja tervezetének a leírása. Ez is ritkaság. A franciák szerették nézni. Tehát akik jöttek ide külföldiek, majdnem mindegyiknek tudtunk valamit mutatni. Prágai könyvtárba is kezelték. A prágai könyvtárnak az igazgatója is meglátogatott bennünket, és ebből is lett egy ilyen magyar-cseh barátság. Ennek megint a ki nem mondott haszna az, hogy nagyon hasznos egymás értékeit is megismerni.